több mint két órás üléssel kezdte munkáját még decemberben a Szociális Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság. A tagok akkor 110 pályázatot találtak érvényesnek, lakhatást viszont csak 9 családnak biztosíthattak. Ezután a polgármester és a vagyongazdálkodás vezetője is kiemelte, lépni kell a 300 üresen álló, rossz állapotú bérlakás kérdésében. Amit most nem tudunk még kiadni, azok is ketté választandók. Az egyik a nagyon lelakott és nagyobb összegből felújítható lakások, meg vannak a kisebb munkával átadható lakások. Itt nagyon fontos, hogy a bérlők jelölésnél a szociális szempontok mellett azért arra is ügyelni kell, és majd ebben az irányban el kell mozdulni, hogy a lakók azért jobban vigyázzanak a lakásra. Egyebek mellett ennél a Petőfi utcai épületnél is bejárást tartottak az illetékes szervek képviselői a napokban. Sauta Marcel a Szociális Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság elnökes tábunknak elmondta, több szanálásra ítélt lakás is van Kanizsán, amelyek megfelelő felhasználása plusz bevételt jelenthetne a városnak a városnak egy tíz éves adósságát törlesszük. 2009-ben született döntés az egyes önkormányzati szociális bérlakásoknak a szanálásáról, amit, a, amit, ahol most jelenleg is vagyunk, ez a Petőfi 42, ennek a szanálására 2010. június 30 volt a határidő, és az elmúlt 10 évben erre nem került sor. Ezért a bizottság is úgy határozott, hogy a szanálásokat még az idén végrehajtjuk. Pályázni lehet már a Dózsa György utcai fecskeházba is. Az itteni garzonlakásokat a 35. életévüket be nem töltött fiatalházasok vagy élettársi közösségben élők vehetik igénybe. További részleteket a Vagyongazdálkodás honlapján találhatnak az érteklődők.